Vasárnap a kora délutáni órákban a Gyála Réti Barack utcában történt a robbanás. A bejelentést követően a szegedi tűzoltók és a katasztrófa védelem műveleti szolgálatának szakemberei érkeztek a helyszínre. Amennyit tudunk, biztosan az az, hogy egy turista gázpalack felrobbant a családi házban. A robbanásban a családi ház jelentősen megrongálódott. A detonációkor 5-en tartózkodtak ebben a családi házban, 3 felnőtt és 2 gyerek, mind az 5-en megsérültek, közülük az egyik felnőtt súlyos, életveszélyes állapotban van jelenleg is. Az épületben tartózkodó személyek, bár tűz nem keletkezett, a robbanás miatt égési sérüléseket szenvedtek. A robbanás erejét mutatja az is, hogy a ház tetőszerkezetét a légnyomás legalább 1,5 méterrel megemelte, több ablak kitört és az egyik kémény is leomlott. Az egyelőre nem tisztázott, mi okozhatta a gázpalack robbanását. A házban a detonáció következtében tűz nem keletkezett, a szegedi tűzoltó kollégáim biztosították a helyszínt, a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szakembere pedig tűzeseti helyszíni szemlét hajtott végre annak érdekében, hogy kiderüljön, mi okozta a robbanást. A katasztrófa védelem ma is folytatta a helyszíni vizsgálatot, az eset körülményének tisztázása érdekében pedig a ház lakóit is meghallgatják majd, amennyiben egészségi állapotuk azt lehetővé teszi.